A pandémia elleni védekezésben tett munkájukért vehettek át kormány megbízati elismerő oklevelet a Tolna megyei kormány hivatal dolgozói. Az intézmény hagyományosan minden évben díjazza azon kollégáit, akik kiemelkedő munkájukkal segítik a közszolgálati és adott esetben a rendkívüli feladatok ellátását. Többek között oklevelet kapott Jantnerné Oswald Ágnes, a szekszárdi járási hivatal vezető helyettese. Az üzemeltetési osztály részéről is sok kollega folyt bele a munkába, illetőleg tényleg más szervezeti egységek részéről is sokan. A kontaktkutatásban például nagyon sokan részt vettek és segítették a népegészségügyes kollégáknak a munkáját. Továbbá díjat kapott Nemes Árpád a Tolna megyei kormányhivatal beruházási, üzemeltetési és vagyongazdálkodási osztályának vezetője is. Ő azt mondja, nagy megtiszteltetés számára az elismerés. A Covid adta feladatok is nagyon szerteágazóak voltak, vakcinaszállítástól elkezdve oltócsapatok szállítása, tesztelőcsapatok irányítása, ellátása, mozgatása, nagyon sokrétű, tehát sok plusz feladatot adott. Az eseményen Horváth Kálmán Tolna megyei kormány megbízott is jelen volt, aki úgy nyilatkozott, a dolgozók, akik díjat kaptak, mind elhivatottságukkal és kiváló szakmai tudásokkal segítik a Tolna megyei kormány hivatal működését. Nyilvánvaló, hogy ennél nagyobb kihíváson én úgy ítélem meg, és ez azt hiszem, hogy igaz, hogy ilyen kihívás még nem volt. Én annak nagyon örülök, hogy a kormányhivatal, akinek már utaltam rá, a kormányhivatalban nem mindenkinek ez a szakterülete, de egységes hivatalként profi módon helytált mindenki. Horváth Kálmán azt is hozzátette, hogy Tolna megye eddig kimagasló eredményeket ért el a koronavírus járvány elleni védekezésben.